Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy havi jóslás január hónapra. Egy ilyen havi jóslás megrendelhető, mint egy személyes jóslás, a díjam 3500 forint. De most megnézzük ezt az általános jóslást, mi vár rátok január hónapban. A sarokkártyáknak mindig van egy nagyobb jelentősége. Különösen az első kártyának, hiszen az utal a havi témára. Itt látható ez a hajó. Ez utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ez az út lehet egy belső út is, egy lelki út. Egy lelki kapcsolat, mély érzelmekkel. Itt előre mennek az események, erre utal ez a második kártya. De visszatérve a hajóra, a hajó jelenti a reményeket is. A remény, hogy itt változik valami, hiszen a gólyák utalnak a változásokra, és akkor így előre megy minden, ezt jelenti itt ez a mozgás. Holott ez a kártya jelenthet sport, tevékenységet, vagy autót is. Ahol még változások lesznek, arra utalnak itt a halak, és ezek jelképezik az anyagiakat, anyagi változás. Itt mellette a torony jelenthet hivatalos dolgokat, vagy egy bírósági ügyet. Itt rendeződik valami, itt megvan ez a tisztító hatás, tehát kitisztul itt valami. Lesznek változások, de nem csak a gólyák utalnak, hanem az utak, hiszen az utaknál döntésekről van szó. Amikor elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba, balra vagy jobbra, melyik ajtó nyílik itt ki számodra, milyen lehetőségek vannak. Ez a könyv utalhat a tudásodra, a bölcsességedre, a jó döntésekre, de jelenti néha a zárkózottságot is. Ugyanúgy, mint a kulcs, hiszen ezzel a kulccsal ki lehet nyitni valamit, jelenti a nyitottságot, vagy le lehet zárni valamit, és akkor szimbolizálja a zárkózottságot. Itt különösen párkapcsolatról van szó, erre utal ez a gyűrű, vagy valamilyen szerződésre. A következő sarokkártyán látható a hold. Ezek jelentenek anyai témákat, anyai érzelmeket is, mivel itt van a közelben a gyermek, ez lehet egy gyermek születése is. De amit a hold még jelent, általánosságban utal az érzelmekre. A múltban voltak itt fájdalmas érzelmek, vagy vannak fájdalmas emlékek. Ez utalhat a gyermekkorra, vagy jelenti az otthonodat, a környezetedet. Azok lehetnek a szomszédok, az ismerősök, vagy a rokonok. És mint említettem, itt a múltban voltak sértődések, de itt kitisztul valami, és ezekre az újdonságokra számíthatsz, hiszen ez a gyermek mutatja az ártatlanságodat, de egy új kezdetet is. Ez kihat a sorsodra, hiszen ezt jelképezi ez a kereszt, persze utalhat vallási témákra is. De amit ez a kereszt még jelent, amikor az utak kereszteződnek, a sors utak, vagy jelenti azt, hogy te az élet utadon elérkezel most ehhez a kereszteződéshez, ahol átgondolod azt, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra,
de azért légy óvatos, mert a ravasz róka jelentheti azt is, hogy rossz döntést hozol, rossz irányba tekintesz. De okos leszel, hiszen ez a sarló elvágja a rókát, elvágja a hamisságokat, vagy a rossz döntéseket. Ez a róka jelentheti azt is, hogy a múltban valaki becsapott téged. Itt voltak hamisságok. Lehet, hogy nálad, de lehet, hogy nála, hiszen a róka vele is összefüggésben áll, és ez a férfi szimbolizálja a lelki társadat. De mivel itt látható a sarló, ez elmúlik, hiszen a sarló ezt eltávolítja. És a következő sarokkártyán látható ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, különösen január végén. Nem csak a lóhere hoz szerencsét, hanem a csillagok, hiszen ezt is szimbolizálják. Amit ez a kártya még jelent, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Amit még ez a kártya jelent, egy spirituális terület, mint például asztrológia vagy kártyavetés, de nem csak ez fontos számodra, ha te egy hölgy vagy, hiszen itt van melletted ez a kígyó, ami utal a te gyógyító erődre, vagy itt lesz gyógyulás. Amit ez a kígyó még jelent, a változások, a megújulások, mint egy újjá születés, ami számodra itt szerencsét hoz. Ez a kártya néha szimbolizál egy nőt, de mivel itt van a gondolataiban a virágcsokor és ez a szív, akkor az azt jelenti, hogy ez a hölgy jó szándékokkal közeledik hozzád, és meglep téged, hiszen ez a virágcsokor lehet egy ajándék, vagy egy kellemes meglepetés, egy jó hír is. Ez a kártya, a horgony jelenti a munkát, a munkahelyet, a hivatást, ez lehet a gyógyászat, vagy egy spirituális terület, ami számodra szerencsét hoz, de ha itt egy hölgyről van szó, és ez a hölgy összefüggésben áll a munkával, az lehet egy kolléganő, vagy egy főnöknő, aki segít neked, itt megvan ez a kreatív munka, vagy egy gyógyító erő, ez lehet a hivatásod, és akkor ez a hölgy segít neked, ez a levél lehet egy dokument, vagy egy szerződés is. Akkor is, ha a múltban itt volt a hamisság, vagy jelentheti azt is, hogy nem a megfelelő időpont volt ezt a szerződést aláírni, mert akkor itt ez rossz döntés lett volna annak idején, és a csillagképek jelentik most azt, hogy eljött az ideje. Tehát nyugodtan aláírhatod ezt a szerződést. A következő sarokkártyán látható ez a kutya. Természetesen utalhat házi állatokra és kutyára vagy cicára. Itt van a szeretet a kutya mellett. Amit a kutya még jelent, a baráti kör vagy az ismerősök, itt is van egy kellemes meglepetés, itt kitisztul valami, és így szívből jönnek ezek a kapcsolatok. Amit még a kutya jelenthet, természetesen a hűséget, és itt látható az, hogy ez a virág rendezít a dolgokat, vagy megbízhatsz a társadban, hiszen ez a kép utal a tisztaságra. Amit még ezek a kártyák jelenthetnek, hogy a múltban vagy a jelenben itt egy barátságról van szó, és ez a barátság most megváltozik,
hiszen itt látható a szerelem, ez lesz egy kellemes meglepetés, itt kitisztul valami, megvan az életerő, és amit ez a kártya még jelenthet, a testi kapcsolatot, hogy egy barátságból szerelem lesz, és itt lesz egy ilyen testi közeledés. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Ez a hegy természetesen lehet hegyvidék is, de szimbolikusan jelenti a problémákat, hogy valamin töprengsz, valami van a gondolataidban, ami nyomaszt téged, hiszen itt megvan ez a töprengés. De előtted látható ez a kígyó, ami utal a gyógyulásra, utal a változásokra, a megújulásokra, úgyhogy te el fogsz búcsúzni ezektől a gondolatoktól, ami eddig nyomasztott téged, és ez a sarló segít abban, hogy elvágja ezeket a gondolatokat. Ami a jövőt illeti, itt lesz egy kellemes meglepetés, a szerencse, egy kreatív tevékenység, a gyógyító erő, szép gondolatok a jövőben, és te tervezel valamit a munkát illetően is, hiszen itt van ez a horgony, az jelenti a hivatásodat, és ez a virágcsokor egy kreatív tevékenységet, vagy a szerencsét, itt lesznek munkahelyi változások. A lelki társad, ez a férfi, itt látható a képen, megvan köztetek a kapcsolat, akkor is, ha még más irányba tekint. De itt van köztetek ez a park, ami utal a nyilvánosságra, és ez a pecsét, ami jelenti azt, hogy ez egy biztos dolog, itt megvannak a változások, meg lesz ez a gyógyító erő, rendeződik valami köztetek, és te pontosan ebbe az irányba tekintesz. Az ő tekinteténél itt láthatóak ezek a kártyák, ami azt jelenti, hogy itt ez a koporsó, ami lehet egy örökösödési ügy is, de jelenti azt is, amikor minden úgy megáll, nem történik semmi, és itt ez a felhő jelenti, ezáltal minden olyan átláthatatlan, hiszen nem tudni azt, hogy mit akar, hogy mi a terve, hogyan tovább, de szerencsére megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, tehát eltávolítják mindkét kártyát, és ami következik, itt láthatóak a madarak, ami utal beszélgetésekre, kommunikációra. Itt nyitottabb lesz érzelmekről beszélni, hiszen a hold itt utal az érzelmekre, és meg lesz nála ez a nyitottság, hiszen itt megjelenik a nap. Tehát nyitottan beszél a terveiről. Ami őt még foglalkoztat, itt a gondolataiban ez a torony, ez lehet egy bírósági ügy, ezek lehetnek hivatalos dolgok, de ami az érzelmeket illeti, akkor valami, ami eddig úgy fogva tartotta őt, és ő ebből ki akar lépni, hogy meglegyen újra nála az életerő, amire ez a medve utal. Amit még tervez, itt ez a fa, az azt jelenti, hogy keresi a helyét az életben. Amikor azt tudja mondani, igen, ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni, megvan a biztonság. Ez lehet egy új kezdet, hiszen ez a gyermek szimbolizál gyakran egy új kezdetet. Amit ez a fa még jelent, egészségügyi témák. Ez lehet az ő hivatása is, hiszen ez a horgony jelenti a munkát, a hivatást,
és itt van ez a gyógyító erő, ugyanúgy, mint ez a kígyó a gyógyulásra kihat, ez lehet a terület, az ő hivatása, a te hivatásod, de jelenleg foglalkoztat bennünket ez a koronavírus, és mivel ez általánosságban most így van, ez a téma, ez az egészségügyi téma, amire mindkét kártya itt utal, ez kihat a munkára, ez kihat a hivatásra, de itt rendeződik valami, kitisztul valami, és ez a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, de jelenthet egy kreatív tevékenységet, vagy egy magánvállalkozást is. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható a képen. Itt vannak külföldi kapcsolatok, utazások, itt előre megy minden. Amit ez a hajó még jelent, a remény, hogy lesznek itt változások, amire a gólyák utalnak. Itt vannak még hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, itt pénzről van szó, de megvan az élet erő, hogy itt rendeződjön, kitisztuljon valami. Ami pedig a szerelmet illeti, itt látható ez a szív, vagy mind arra utalhat, amit kedvelsz. Itt lesz egy kellemes meglepetés, itt tisztázódik valami, és itt láthatóak a barátságok, vagy a hűség. Második hét január hónapban itt látható a képen. Te tanulsz valamit, vagy oktatsz valakit. Ez a könyv jelenthet zárkózottságot is. És az utak utalnak változásokra, erre utal a gólya, szintén a változásokat szimbolizálja, és itt van ez a kulcs. Ez utal a magabiztonságodra, vagy arra, hogy itt le tudsz zárni valamit, és nyílik egy új ajtó számodra. Ezek új lehetőségek, új kapcsolatok, változások, döntések. És itt a nap utal a nyilvánosságra, de a kisugárzásra is. Valami tisztázódik, valami kiderül. A munkahely nagyon fontos, itt is rendeződik valami, hiszen a virágcsokor utal arra, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés. Mindketten keresitek a helyeteket az életben, ahol le tudtok gyökerezni, és ez a horgony szintén erre utal. Azon kívül a horgony jelenti a munkát, a hivatást. Valami van még itt a környezetedben, vagy a gondolataidban, ha egy hölgy vagy, ami még nyomaszt téged, de ez hamarosan elmúlik, a kasza elvágja ezt, és itt meg lesznek a változások. Harmadik hét, január hónapban itt látható a képen. Ez a koporsó utalhat egy örökösödési ügyre is. Akkor itt látható ez a bíróság, a szerződések, a kapcsolatok, de itt még valami fáj. Ez őt érinti, a lelki társadat. De ez a koporsó azt is jelentheti, hogy eddig minden úgy megállt, nem történt semmi új, ez olyan átláthatatlan volt, mert nem tudtad azt, hogy mi a terve, hogyan tovább, de ő döntéseket hoz, és az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, ő nyitottabb lesz, beszél érzelmekről. Megvan köztetek ez a kapcsolat a nyilvánosságon, lesz itt egy jó hír, vagy egy szerződés, változnak a dolgok, és itt meg lesznek ezek a megújulások számodra, mint egy újjászületés, ami itt szerencsét hoz. Utolsó hét, január hónapban itt látható. Itt vannak fájdalmas emlékek a környezetedben, vagy a családban.
Te itt megvan az ártatlanság, és lesz egy új irány, vagy egy új lehetőség, vagy lesznek újdonságok, itt rendeződik valami. Ezt a kártyát eltávolítja a koporsó, hiszen ez lezárja ezeket a fájdalmas emlékeket. Itt érzelmekről van szó. A múltban volt még hamisság, ez a sarló ezt elvágja, és itt lesz egy új kezdet, ami kihat a sors utadra, és ez a változás, azon kívül a te hited, hiszen ez a kártya utalhat vallási témákra is, szerencsét hoz számodra. Itt van január végén a szerencse, a csillagok szintén erre utalnak, vagy jelentheti ez a kártya azt is, hogy megvan nálad ez a gyógyító erő, azon kívül lesz itt egy tevékenység, egy spirituális terület, itt megvannak a lehetőségek, sőt a szerencse, hogy éljed a hivatásodat. Nem csak a csillagok utalnak erre, hanem itt ez a virágcsokor megjelenik a munka mellett, ami szerencsét hoz, és itt lesz egy kreatív tevékenység, kiderül valami, hiszen itt tisztázódni fognak a dolgok. És én kívánok nektek egy szép december és január hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!